1998-tól 2021 tavaszáig, vagyis 23 évig szolgált a helyi rendőrőrs parancsnokaként Vas János, rendőrőrnagy. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere ajándékkal mondott köszönetet a több mint két évtizedes szolgálatáért. Az őrnagy Tolnán folytatja karrierjét rendészeti alosztályvezetőként. Kollégámat ismerem nagyon jó kezekbe, amit garantál az is, hogy egy nagyon jó csapatot hagytam hátra. Barátok, sőt barátaim összefognak egymásért és tesznek azért, hogy itt rend legyen. Biztosak benne, hogy ez a gördülékenyen fog a jövőben is tovább haladni. A város új őrsparancsnoka Zádori László 24 évet szolgált Szekszárdon. Ő azt mondja, szeretné követni azt az utat, amelyet elődje már kiépített, és jó kapcsolatot ápolni a helyiekkel. Mind a 24 évet a szekszárdi rendőrkapitányságon töltöttem, bent úgymond a központi épületbe, csak közrendvédelmi területen dolgoztam. 11 évig vezettem egy hasonló csapatot, mint itt a korábbi őrsparancsnok, és igazából ugye minden egyes szervezeti egységbe időközönként jó tesz, ha van egy kis változás, egy új impulzust ad ugye az állománynak, és hát igazából így kerültem ide Bátaszékre. Ideig csak jó tapasztalataim vannak, mind az állomány, mind így az állampolgárok tekintetében is. Az első egyeztetések meg voltak ugye a polgárőrséggel is, illetőleg én is itt a területte gyakorlatilag ismerkedek, mert ideig ez a terület nem tartozott úgymond közvetlenül hozzám. Nyilván az őrsparancsnok úrral korábban is egy nagyon jó kapcsolatunk volt, én úgy gondolom, hogy baráti kapcsolat volt, ami mai napig fennáll, tehát azért nagyjából tudtam, hogy itt mi folyik, milyen események történnek, de ugye se az állampolgárok, se a területek szempontjából idáig még pontos ismereteim nem voltak, úgyhogy ezeket most kell mindet begyűjtsem. Növelni igazából a közbiztonságot, kicsit talán láthatóbb rendőrség megvalósítása, polgárőrséggel, társszervekkel nagyobb együttműködés, ezek így az elsődleges céljaim. Bozsolik Róbert azt mondja, örömmel fogadták az új őrsparancsnokot. Már is egy nappal váltás történt a bátaszéki őrsparancsnokságon, és új vezetője lett az őrsparancsnokságnak. A mai napon megköszöntük Vas Jánosnak azt a több mint 23 éves szolgálatot, amit bátaszéki rendőrös különböző beosztásokban és több mint 13 éve vezető beosztásban ellátott. Tettük ezt azért, mert azt gondolom, hogy az ő személyében egy olyan szakmailag jól képzett rendőrkollega tevékenykedett, melynek köszönhetően, természetesen a csapat többi tagját is ideértve, egy olyan nyugodt kisvárosban életünk itt Bátaszéken, amely fontos azt, hogy a mindennapi életünket jól tudjuk megélni. Sajnáljuk, hogy Jánost más beosztásba került, hiszen Tolnán lát el hasonló beosztású vezető feladatokat. Viszont örömmel fogadjuk az új őrsparancsnok urat, hiszen az ő személyében is egy igen magasan képzett rendőrvezető került a bátaszéki őrsparancsnokság életébe. Sőt, ő egy másik területen is igen erős szálakon kötődött már a településünkhöz, hiszen a polgárőrséggel is igen jó szakmai kapcsolatot ápolt. Azt gondolom, hogy az őrsnek a szakmai munkájában negatív irányban biztos, hogy nem fog történni változás, változások lesznek, viszont abban is biztos vagyok benne, hogy az ő vezetésével az őrsünk továbbiakban is maximálisan a városunk közbiztonságáért fog tevékenykedni. Bátaszék polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat továbbra is minden segítséget megad a rendőrségnek ahhoz, hogy a város az elkövetkezendő években is nyugodt és biztonságos település maradjon.